Kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy lakóház Tiszaszőlősön. A Szarvas Sándor úton keletkezett tűzhöz a tiszafüredi és a karcagi hivatásos tűzoltók vonultak. Kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy lakóház Tiszaszőlősön. Láttuk a füstöt, és a szomszédasszony telefonált a rendőrségre, tűzoltókra, azok kijöttek, és ott láttuk, hogy égett a ház, igen. Én már amit láttam, az csak a füst volt. És akkor ára már itt voltak a tűzoltók, és akkor oltották a tüzet, és akkor a fiatalembert már úgy hozták ki, hogy meg volt halva. Csak azt láttam, amikor jöttek a tűzoltókocsik, meg a mentő, meg a rendőrség, akkor meg már égett, füstölt nagyon a ház. A Szarvas Sándor úton keletkezett tűzhöz a tiszafüredi és a karcagi hivatásos tűzoltók vonultak. Az esethez a tiszafüredi hivatásos, valamint a karcagi hivatásos tűzoltók vonultak, akik behatoltak az épületbe, ahonnan egy eszméletlen embert hoztak ki, rajta sajnos már nem lehetett segíteni, ő a helyszínen életét vesztette. A tűzoltók három vízsugárral fékezték meg a lángokat, illetve az ingatlanból egy gázpalackot is kihoztak, amelyet ugyan ért hűhatás, de szerencsére nem robbant fel, a tűzoltóknak csupán vissza kellett hűteni. A tűz keletkezési okát és körülményeit vizsgálják. A legtöbb lakástüzet magukra hagyott gyertyák, hibás elektromos eszközök vagy túlterhelt elektromos hálózat okozza. Gyakori az is, hogy a nem megfelelő fűtés, a főzés közbeni figyelmetlenség vagy a dohányzás áll a lakástűz hátterében. A tragédiák elkerülhetők füstérzékelő használatával, amely a tűz kialakulásakor hangos sípolással jelez, így még füstmérgezés előtt felébreszti az alvó embereket is.